Nos, ennek a videónak valami olyasmi címe lesz, hogy mit tanulhat az ember a hangyától? Mit tanulhatnak az emberek a hangyától? És az elmékedés ideje alatt, hogyha a kezem nem fog túlságosan elállni, fogom filmezni a hangyákat, hogy a példabeszéd, amelyet mostan hallani fogunk, erőteljesebb legyen és hatásosabb legyen. Annak érdekében, hogy valaki hátha meghallja belőle a lényeget, és fel fogja tudni használni azt a saját lelkének az épülésére, és arra, hogy azáltal ő is alkalmassá váljon, hogy segítsen embertársainak, családtagjainak, gyermekeinek, akár barátainak, vagy épp az ellenségeinek. Közben itt a Varjú elmondta, hogy miről lesz szó nagyjából. Beleszólt ő is a felvételbe. És azt mondta, hogy itt, amit a hangyák csinálnak, nagy kár érte, kár, azt mondja, azt mondogatta. Na most, látjuk jól, hogy a hangyák egy ilyen dombszerű építményt hoznak létre, hangya bolyt, nem hangya girl, hanem hangya boly, ugye? Egy ilyen várat, szinte egy ilyen piramisszerű várat hoznak létre, amelyeknek az alapja itt kezdődik is, a tövékonyodik el a teteje felé, ugye? És felfele építkeznek, ugyanúgy, mint ahogy az emberek is. Ugye azt mondtam a felvétel elején, hogy azért készítem ezt a videót, hogy az tanulságos szolgáljon nekünk, számunkra. Amúgy elmondom őszintén, hogy a tervem nem ez volt, hogy ezt a videót elkészítsem. Egy teljesen más videót akartam készíteni, de az Úristennek nem csak a hatalma nagy, hanem a humorérzéke is. És ezért arra indított engemet, hogy akkor megláttam ezt az építményt, és ahogy munkálkodnak a hangyák, hogy inkább erről beszéljek most. A másik téma az még egy picit várhat. A másik témának a címe egyébként az, hogy aki hágóra fékkez, az nem fog eljutni a csúcsra. De most térjünk vissza a hangyákhoz. Még mielőtt belekezdenék annak kifejtésébe, hogy mit mutat számunkra ez a hangyaboly, elmondom azt, hogy az ember tudtára lett hozva az, hogy a mindenható igazsága sosem volt elrejtve az emberek elől. Tehát bárki, az ég adta világon bárki, aki meg akarta ismerni az élet rendjét, az élet törvényeit, a mindenható igazságait, megismerhette eddig is, Biblia nélkül is. A Biblia nagyon fontos eszköz, főképp a mai világban, mert túlságosan el vagyunk távolodva a lényektől, és most már nagyon szükségszerű. De viszont régebb, amíg nem volt az egyszerű embernek Bibliája, addig is volt neki lehetősége, hogy megértse Isten tervét, az élet rendjét, és részt vegyen abban valamilyen szinten, hogy legalább ne dolgozzon ellene, Isten akarata ellen, ne dolgozzon, ugye. Közben itt keresem a megfelelő szöget, egy kicsi napfényt is kapjon a hangya boy, hát ha meglátja őt a hangya girl. Tehát ez, amit most mondtam, egyébként teljesen nyilvánvaló.
Az egy dolog, hogy Pál is írt erről, ő konkrétan ezt megfogalmazza számunkra, hogy az ítélet napján mindenki menthetetlen lesz. Ugyanis, amit nem látunk Istenből, az ő örökkévaló dicsősége, azt mondja, a teremtés kezdetétől fogva megismerhető az ő teremtéseiből, az ő alkotásaiból is. Tehát Istennek a teremtményei folyton megmutatják számunkra, hogy mi az élet törvénye, hogy mi a hiába valóság, mi a jó, mi az, ami örökkévaló, mi az, ami mulandó. És Pál is azt mondja, hogy sokan azt mondják, ugye, hogy és akkor mi van azokkal, akik nem olvasták a Bibliát. És én erre azt mondtam, hogy amit Pál is mondott, hogy Istennek a terve sosem volt eltitkolva, Isten nem akart eltitkolni az ő tervét előlünk. A Biblia egy nagyon létfontosságú eszköz manapság a Facebookos világban, akinek nincsen Bibliája és nem ismeri a Bibliát, annak olyan picik az esélye, hogy visszakerüljön az Édenbe, a paradicsomba, hogy arról nem is jó beszélni. Tehát a Biblia azáltal vált szükségszerűvé a modern ember számára, hogy a technika vívmányaival egyre csak távolodtunk a lényektől. Na de nézzük meg, hogy mit mondanak a hangyák számunkra. Látjuk azt, hogy építik ezt a hatalmas piramist, ezt a várat, ugye? Tudjuk jó, hogy emberek is építenek piramisokat. Ők is építettek piramisokat, az emberek. Fizikailag Egyiptomban, meg Tunéziában, meg különböző helyeken. Viszont ezen kívül az emberek építenek más piramist is, hatalmi piramisokat. De a Bibliában például nem találkozunk piramisokkal. Viszont benne van a Bibliában is a piramisnak a megfelelője. És az nem más, mint a Bábel tornya. A Bábel tornya. Amikor az emberek összefogtak, mint ezek a hangyák itten, hogy eljussanak Istenhez, felépítsék azt a hatalmas tornyot, tetejére felmászva, elérjenek Istenhez. Bábelről már többször beszéltem mostanig is. Isten segítségével és Isten indítatásával. Hogy mi a Bábelnek a jelentése ma a 21. század emberének, embere számára. Hogy az emberek összefogtak, összeadták a saját véges erejüket, tudásukat, hogy elérjenek Istenhez. És elkezdtek lentről építkezni, mint a hangyák, így lentről, és így építkeztek felfelé, Bábelben. Ez történt. A piramisokkal ugyanez történt. A hatalmi piramisokkal ugyanez történik. Németországban, Hitlerrel ugyanez történt. Sztálinnal ugyanez történt. Egy hatalmi piramist épített Sztálin, Hitler is, nagyon sokan mások. Hogy elérkezzenek lentről egészen fel Istenik. Ezek a hangyák, hogyha lenéznek az ő Bábelük tornyáról, akkor látják, hogy hú, mennyit haladtak. Tényleg haladtak? Ez az igazság. Tényleg haladtak, mert innét lentről odáig már felépítették. Ezt hátrébb jövök, hogy bemutassam, hogy mennyit haladtak a hangyák. Ennyit haladtak a hangyák, avval a fáradtságos munkájukkal. És hangsúlyozom, jelzem azt, hogy a hangyákat hozzák fel példának a lusta emberek ellen, hogy nem dolgoznak, ne is egyenek, halljanak meg, és így tovább.
Ugye? A tücsök, ő a gazember. A hangyák meg a példa. Ők egyfolytában dolgoznak, építik a Bábelt, és már ennyit haladtak. Ez a földtől egész odáig a csúcsig körülbelül egy olyan 25 centi lehet. Ha jó satszolom. Igen ám, de van egy olyan probléma, hogy ők főképp a legszorgosabbak, ők már azt gondolhatják magukról, hogy hű, te milyen jól dolgoztunk, ember. Nem ekkorát építettünk már. Nem ekkora. Igen ám, de a hangyák vakok, be vannak vakulva. Ők azt hiszik, hogy most már lassan elérik Istent, mert annyit dolgoztak éjjel-nappal, hogy most már lassan közel van Isten, Isten országa. De ők nem látják ezt. Ezt ne. Amit én mostan mutatok nektek. Ők ezt nem látják. Hogy még mennyi van az égig. Ők ezt nem látják. Ők arra tippelnek, hogy már közel vannak Istenhez. Közel vannak ők már Istenhez. De azért tippelnek erre, mert ők csak azt látják, amit csinálnak, ami ott van az orruk előtt. Tehát a fától nem látják az erdőt, nem látják az eget. Ők csak a munkájukat látják, azt látják, hogy hű, mennyit dolgoztunk már. Fölöslegesen. Ezt nem tudják. Ők még nem tudják azt, hogy fölöslegesen dolgoztak. Drága barátaim, én most picit rázumolok a hangyabolyra. Így. Igen. És azt mondom, hogy aki ezt nézi, nézzen tükörbe szépen. Nézzen tükörbe. Te melyik hangya vagy ezek közül? Én az egyik, és te valamelyik másik. Egyformák vagyunk, nagyjából. Nagy különbség nincsen közöttünk. Ugyanazokkal a célokkal, ugyanazokkal az ambíciókkal, hiú vágyakkal, meg reményekkel dolgozunk éjjel-nappal. És nem látunk túlságosan messze, csak egymás fenekéig, mint a hangyák. Mi nem látjuk ezt. A fa talán látja, de mi nem látjuk. Mi ezt nem látjuk, hogy milyen messze van még az ég. Ott van az ég. A hangyák azt tippelhetik, úgy sejthetik, hogy ők már közel vannak az igazsághoz, Isten országához. Mert annyit dolgoztak ők mostanig, hogy kizár dolog, hogy már sok legyen Isten országáig, ugye? A megvilágosodásig, elnézést az enyhe iróniáért. Ők azt sejtik, hogy ők már közel vannak, már indulóztak. Egyik te vagy, a másik én vagyok. És dolgozunk éjt nappallá téve, hogy felépítsük Bábelt. Abban hiszünk, hogy minél többet dolgozunk, minél többet kondizunk, minél többet meditálunk, annál közelebb kerülünk Istenhez. Minél többet sportolunk, minél több agykontrollt végzünk, minél több hangzatos ilyen Facebookos filozófiát olvasunk, annál közelebb kerülünk Istenhez. De nem tudjuk azt, hogy még ilyen sok van Istenig. Isten bocsássa meg, és könyörüljön rajtunk. Csak azt tudom mondani. A Bábel szellemisége, drága barátaim, az mindig is arról szólt, hogy az emberek összefognak, és elérik Istent, a végtelent. Akárhány véges számot összeadok egymással, ugye, abból nem lesz végtelen. A végesből sehogy sem lehet végtelen. Ezt most jelképesen mondom. De a bábeli filozófia, a bábeli mentalitás az, amit
Általában hallunk a választási kampánykor, ugye parlamenti választások előtt, meg a vallási mozgalmakban fogjunk össze, építsünk egy ilyen hangyabolyt mi is, mint ők. Így ne. Fogjunk össze, és építsünk egy ilyen 25 centis hangyabolyt, hát ha elérünk az égig vele. Holott az ég végtelen távolságra van innét. Nem szeretném, hogyha túl filozófikusra sikerülne ez a felvétel. Igyekszem a lényegre figyelni, hogy azt hangsúlyozzam. De ez a bábeli mentalitás. Most elmondom, hogy az egyedüli mesterem, az egyedüli tanítóm, megváltóm, szabadítóm, mit mond erről a jelenségről. Ő erről a jelenségről azt mondja, hogy vak vezet világtalant. És mind a ketten a szakadékba esnek. Ezt mondja ő. Ez a hangyaból 25 centis, és nem lesz szerintem sokkal magasabb, amire felépül. De a valósághoz képest, az igazsághoz képest, ez még mindig a szakadék feneke. Ez még mindig a szakadék feneke. A hangyabolynak a csúcsa még mindig a szakadék feneke, drága barátaim. Az emberi technológiának, az emberi tudománynak a csúcsa a bábeli mentalitásból születő emberi technológiának a csúcsa még mindig a szakadék feneke, drága barátaim. Mert Isten ott van. Ott. Odafenn. Végtelen magasságban van. Ezt konkrétan is lehet érteni, jelképesen is lehet érteni. Végtelen magasságban van a bölcsességével, az ő dicsőségével, drága barátaim. És mi itten bicepsből gyúrunk, építjük a bábelt. Azt csináljuk, mint Béláék. Aki látta a filmet, tudja, hogy Béláék mit csináltak. A Legény anya című filmben. Kocsmát odébb tolták. Kitették az akót, hogy odáig kell tolni a kocsmát, mert kell a hely a gödörnek. Jött valaki, elvitte az akót, és az összes Béla azt hitte, hogy rátolták a zakóra a kocsmát. Azt mondja, túltoltuk Béláim, rátoltuk. Na ezek a hangyák is túltolták, rátolták. Ők azt hiszik, hogy még egy kicsi, még egy kevés munka, és elérkeznek Istenhez. Te is azt hiszed? Nem vagy kivétel. Én is azt hittem nagyon sokáig. Isten megszabadított ettől a hittől. Hogy minél többet dolgozok, minél többet tanulok, lapozgatom a könyveket, keresem a bölcsességet, beszélek ilyen különböző emberekkel, Dalai Lámával, megvilágosodott emberekkel, ugye, akik azt hitték, hogy meg vannak világosodva. Beszéltem Indiában 140 éves megvilágosult mesterrel, vagyis beszéltem. Hát ott voltam, megnéztem, hogy mit csinál. A látvány eléggé szomorú volt sajnos. De beszéltem ilyen jogikkal, meg szádukkal, meg bölcsekkel, professzorokkal, gurukkal, tanítókkal. És ők azt gondolták, hogy ők már nagyon közel vannak az éghez, a megvilágosodáshoz. És közben csak 25 centire voltak a földtől, amikor a mindenható Isten a végtelenségben van, a végtelen, féktelenségben odafenn. Jelképesen mondom ezt. A hangyák ugyanúgy, mint Bodó Attila, Blue, alias Blue, meg társai, ők is hisznek az önmegváltásban. Ezért dolgoznak ilyen serényen, látjátok, hogy mennek, milyen nagy ambícióval, sietnek.
Egyik fut, fizesse le a biztosítást, a másik a számlát, a tartozást, a kamatokat ott a bankban. Egyik fut, és nem tudja, hogy még egy néhány lépés is fel fog borulni, készége. Leárt az óra számára, elfogyott a kegyelem, és ő még mindig a szakadék mélyén van, 25 centire a földtől. Ezek vagyunk mi, drága barátaim. Építjük a Bábelt, ő így harap el, mert bezzel tud harapni. Építi a Bábelt, de harapni azt tud. Arra van esze. Ez egy egyébként sokkoló szembesülés, szembesítés szerintem. Én őszintén bízom abban, hogy az enyhe gúny ellenére valaki meg fogja érteni a lényeget, hogy ott vagyunk mi lent, 25 centire a földtől, és azt hisszük, hogy mi már annyit meditáltunk, annyit előködtünk, annyit robotoltunk pénzért, és mentünk fel a ranglétrán, a piramis hierarchián mentünk felfelé, hogy már biztos, bizonyára nagyon közel vagyunk Istenhez. És még mielőtt befejezném a felvételt, én elnézést kérek mindenkitől, nem akartam gúnyos lenni, mert én is ugyanígy meg voltam tévesztve, mint ezek a hangyák, drága barátaim. Az mondatik, hogy a teremtésből megláttatik Isten bölcsessége, a lényeg, az élet értelme, az élet törvényszerűsége. A hangyák ilyen értelemben negatív példa. Szegények dolgoznak, reggeltől estig építenek, de még mindig csak 25 centire vannak a földtől. És lehet, hogy én is, vagy te is csak 25 centire leszel a földtől, amikor meghalsz, de az még mindig a szakadék alja, az még mindig a pokol. És szellemben, vagy lélekben, vagy még mindig építeni akarsz valamit, csak már a tested el lesz rothadva, nyüvek megeszik a testedet. Ez maga a pokol, amikor az ember még mindig akar valamit építeni, és közben már nincsen teste. Nem halt meg, mert nincsen halál. Nincsen megsemmisülés a lélek számára. Azt mondják, hogy örök tűz van. Mi a tűz? Nem szó szerint, hanem örök kín, amikor az embernek minden öröme a testtől származik, és elveszíti a testét, ugye? Jó volna még egyet maszturbálni, vagy egyet csajozni, vagy meginni egy jó sört, vagy egyet élvezkedni, egyet játszani, valamit csinálni, de már az eszköz nincsen meg, az örömszerzés eszköze nincsen meg, ez maga a pokol, drága barátaim. Aki testiként hal meg, drága barátaim, az idézőjelben mondom most már, hogy elmondtam a jelentését is, aki testi emberként hal meg, mint ezek a hangyák, a pokolba kerül, mert minden öröme a testtől származott. Minden öröme a testtől származott, és a teste az el van rothadva, és ő még él, ő még létezik. Azt mondja Jézus, hogy aki meg szeretné látni Isten országát, ami a magasban van, amit mi nem is tudunk elképzelni. Aki meg szeretné azt látni, az kövesse őt. Mert egyenesen oda, arrafele megy éppen, és megmutatja az útat. Üdvösségre vezet bennünket. És azt mondja, hogy ez nyilván nem kötelező. Tehát volt, akit lebeszélt erről, mert látta annyira jelentelen, hogy nem csupán jelentelen, hanem reménytelen. Ugye? És ezt fontos hangsúlyozni, hogy az üdvösség, Isten dicsőségének a meglátása, meg annak a megismerése, és az öröm, ami azzal jár, az nem kötelező. Az nem kötelesség számunkra, hanem lehetőség, drága barátaim. Az evangélium, Jézusnak a szent szavai, szent tanításai, és Istennek a hatalmas ereje, amit ő megad teljesen ingyen. Nem kötelesség, hanem lehetőség.
Én a hangyák segítségével is egy hatalmas nagy lehetőségről beszéltem számodra. Te azt csinálsz, amit akarsz. Én felfogadtam, hogy többet senkit nem fogok győzködni, mert meg kellett értsem, hogy hiszeket vegyem, hogy Jézus sem győzködött senkit. Ő csak elmondta, megmutatta az útot. A csodákkal, a halottak feltámasztásával. Bizonságot tett arról, hogy amiről ő beszélt, az igaz szó szerint. Minden szó igaz abból. Tehát erővel és hatalommal prédikált, megmutatta Istennek az erejét, aki az égben van, ugye, a mennyben van, a magasságban van. Tehát ő nem csupán beszélt, hanem meg is mutatta konkrétan Istennek az erejét, az ő dicsőségét. És azt mondta Máténak, hogy gyere és kövess. Máté nem kérdezett vissza, hogy de miért, és hova menjünk. Ő vigyázva vágta magát, és elindult Jézus után. Letette a pénzt, a papírokot, az írószerszámot, a könyvelést, és elindult Jézus után. Abban a helyben történt ez. Péternek, amikor azt mondta, gyere és kövess. Péter, András, meg társai letették a hálóikat abban a helyben, és nem néztek hátra, nem fordultak hátra. Semmit nem kérdeztek tőle, hogy de főnök, merre menjünk? Mester, merre menjünk? Semmit nem kérdeztek tőle. Miért? Azért, mert ő hatalommal mondta, erővel mondta. Tisztasággal mondta. Isten dicsőségével mondta, a menny erejével mondta azt nekik. És ők feltehetőleg egyébként is olyan emberek voltak, talán mint te, igazságszeretők, igazságkereső emberek. És amikor megpillantották benne az igazságot, a mindenható Istennek az igazságát, abban a helyben vigyázba vágták magukat, és elindultak Jézust követni, követték mindenfelé. És megtanulták azt is, hogy aki engemet követ és hátra tekint, vagy aki az eke szarvát megfogja és hátra tekint, nem méltó arra, hogy megismerje Isten dicsőségét. Te most hívást kapsz. A hívást Jézustól kapod, nem tőlem. A hívást a mindenható Istentől kapod, aki a Jézus szavaiban kijelentette tökéletesen magát, hogy hogyan juthat el valaki Isten országába. A hangya, meg az én ajkaim, és az én telefonom, meg a mikrofonom, ez csupán eszköz. Tehát nem én hívlak téged, hanem a mindenható Isten hív. Felkínálja tisztelően a lehetőséget számodra, hogy megszabadulj ettől a tébolytól. Hangyaboly, téboly, hangyaboly, téboly. Hogy ne dolgozz orvérzésig a hülyeségét, hogy jön egy medves, ez egyből feltúrja, szétrugja éppen az egész építményt. Jön egy vihar, lebontja a nagy házadat, a palotádat. Jön egy betegség. Minden pénzedet elveszi. Maximum lesz egy jó koporsót, egy különleges koporsót. Jön egy betegség is, elveszi a családodat, az asszony, gyerkőcöket, mindenkit tőled. És ők voltak, ő volt, az volt, az életed értelme. És hogyha ez megtörténik, akkor te, neked annyi, akkor meghaltál. Nem azt mondom, hogy nem kell család, Isten ments. Jó, hogyha van az emberek családja, hanem azt mondom, hogy Ábrahám is meg kellett értse azt, hogy Izsák, az élete gyöngyszeme nem lehet a legfontosabb számára, mert ha a legfontosabb számára, legfontosabbá válik számára az ő gyermeke, Izsák, akkor meghalt ő is, gyermeke is. Ádámnak meg kellett érteni azt, hogyha Éva a legfontosabb számára, Isten, Isten, akkor mind a ketten meghalnak, és mind a ketten meg is haltak. Azért, mert Ádám azt mondta, hogy olyan jó Évával,
hogy már nincsen szüksége arra, hogy mindenek előtt, mindenek fölött Istent éhezze, őt keresse, az ő igazságait keresse. És elbuktak, mind a ketten meghaltak. A vak vezette a világtalant a szakadékba, mind a ketten szakadékba estek. Ez a bábeli mentalitás, drága barátaim. Amikor az emberek összefognak, egyik okos ember, egyik okos hangya vezeti a másikot, és nem látnak távolabb egymás fenekénél, mert mindegyik csupán az előtte levőnek a fenekét látja jóformán. És így dolgoznak, így robotolnak, a hiába valóságban. Ezt tesszük mi, nap mint nap. És azt hisszük, hogy így fogjuk elérni az örömöt, a békességet, lelki békét, Istent, technikával, robotokkal, ugye? Ezt hisszük. Majd aki megismeri a jelenések könyvét, meg fogja érteni, hogy a robotok miről szólnak. Technika miről szól, hogy mi a fenevad valójában. Jelenések könyvében. És mi a kárhozat? Én itt befejezem ezt a videót. Teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen minden őszinte, igazságkereső számára ezeket a szavakat elevenítse meg. És ennek az igazságát helyezze be az ő szívébe. Hogy elindulhasson a hangyabolytól, hangyabolyból, az embereknek a hangyabolyából, az emberek piramisaiból, a rendszerekből, kilépjen és Istent válassza, hogy ő az ő erejével emelje őt fel. Mert hogyha fentről egy kéz lenyúl ide, akkor ők felemelkednek, tehát magasabbra kerülnek 25 centinél. Beteszem a kezemet ide, ezt most meg fogom bánni szerintem, mert megharapnak, nagyon harapnak. Ők mostanik ott voltak lent, itt lent. Idáig értek el, és most őket én felemelem. És ilyen magasban ők életükben nem voltak mostanik. De ennyire nekem sem fájt a kezem, már nagyon régóta. Úgyhogy lerázom őket. Így harapnak. Hát az igazság az, hogy ebből bárki megérthette a lényeget, aki figyelt, és aki már régebb óta éhezi és szomjozza az igazságot, drága barátaim. És az a legdurvább az egészben, hogy most az én kezemet megharapták a hangyák, ugye? Ezek az intelligens hangyák, akik hisznek a munkában, az önmegváltásban, a meditációban, a tantrában, a mantrában, a fekvőtámaszban, a fitnessben, a wellnessben, a pénzben, az erőködésben, ezek a hangyák. És megharapták a kezemet, ami eléggé kellemetlen volt. De hogyha jól belegondolunk, ki volt Jézus? Istennek a megtartó keze, lejött az égből, hogy felemeljen minket. Mi mit csináltunk vele? Összeharabdáltuk Isten kezét. Felhasogattuk, megszaggattuk. Leköptük. Átszúrtuk. Szétzúztuk Istennek a kezét. Lejött fentről, hogy felemelje minket, mert tudja, hogy csak azt tud felemelkedni, aki ez a kéz lehajol, hogy felemelje őt, felvigye őt, ugye? Csak azt tud megmenekülni, azt tud felemelkedni. Ők nem tudtak volna magasabbra jutni az én kezem nélkül, mint ahol most vannak. És Isten kezét szétszabdaltuk, megöltük, ugye? És Isten még azt mondta, hogy még ezt is megbocsátja nekünk, és feltámasztja, a kezét megeleveníti, hogy ezzel kijelentse, hogy az a kéz, a megtartó kéz, az a kéz tud engem felemelni. Csak az a kéz, mert azt a kezet nem tudtuk megölni. Megmutatta azt, hogy megengedte, hogy megöljük, szétszabdaljuk, de feltámasztotta.
és felemelte. És csak nagyon kevesen kapaszkodtak bele abba a kézbe akkor, drága barátom. Te most döntés elé vagy állítva valamelyest, hogy kapaszkodj bele ebbe a kézbe, ne az enyémbe. Ebbe a kézbe Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma. Le van írva, hogy ez a kéz milyen. Meg tudod ismerni. És ez a kéz mellé, a szavak mellé, a bölcsesség mellé óriási erő és hatalom adatik Istentől, hogy aki azt komolyan veszi, azt a kezet, megmeneküljön. Drága embertársam, te most dönthetsz ezen a ponton. Azt mondta Péter, ha ma Isten szavát halljátok, ne keménykedjetek be a szíveteket. Ne tegyétek azt a gúny tárgyává, mert ő a ti menekvésetek, mert ti hiába dolgoztok, hiába erőlködtök, hiába kínlódtok látástól vakulásig, mert nem fogtok 25 centinél feljebb kerülni, sem a piramissal, sem a fizikai, sem a hatalmi piramisokkal. A fenevad nem képes felemelni senkit, csak egy bizonyos szintig, onnét aztán majd visszaejt, és meghalunk. Ez a fenevadnak a szerepe az egész történetben. Aki a fenevadban bízik, az önmegváltás eszközeiben, az iskolánkban, a vallásokban bízik, a technikában bízik, az egy darabig fel fog emelkedni, és majd leesik a földre, és tönkre megy. Kárba vész az ő teste, és a lelke elkánazik. Ragadd meg ezt a kezed, drága barátom, amíg nem késő, hogy legyen igazi örömöd, igazi békességet, igazi felemelkedésed Istentől. Isten áldjon. Sziasztok. Szevasztok, hangyák.